itt van ez a szomszéd néni, akihez át szoktam járni. Nagyon, nagyon szeretem, nagyon aranyos néni, és teljesen egyedül van. Sokat segítek, próbálok neki hozni most hurkát, kolbászt, máskor meg süteményt. Szia, szia! Hoztam neked egy kis hurkát, meg kolbászt, jó lesz? Nagyon szépen, köszönöm. Jól van, nagyon szívesen. Na, örülök, hogy láttalak, majd átjövök később, jó? Beszélgetni egy kicsit. Na, menj be, mert megfázol, jó? Jó, köszönöm, viszontlátásra. Szia, szia, puszi. Több mint 60 éve tulajdonképpen Csepelen lakom. Én nagyon szeretem Csepelt, mert a természeti értékei miatt is, meg az emberek miatt is, hiszen itt nőttem fel. Sokszor eszembe jut apukám, aki a Csepel művekben dolgozott több mint 40 évig, és csepeli egyszerű munkásemberből, lakatosból Kossuth-díjas feltaláló lett, a légpárnás köszörű gép feltalálója, és hát a mai napig őrzöm természetesen a botját, a kedvenc botját többek között. És ugye mindig eszembe jut az, hogy amikor apu még élt, akkor ő egyedül eltartott egy 4 tagú családot. És én ezt a lehetőséget szeretném ugyanúgy látni, egy nyugodtabb, a gyerekeknek is egy nyugodtabb, békés, boldogabb életet. Nekünk tulajdonképpen a kapitalizmus az ellenfelünk. A kapitalizmus és a NER.